Ezért csak még egy kis türelmet kérek. A héten parlamenti ülésszak volt, az utolsó az őszi szezonban, nagyon súlyos döntések születtek. Az egyik legdurvább eset a kulturális témában született, ahol is ugye a Fidesz még a múlt héten benyújtott egy olyan javaslatot, ami elvette volna a színházaktól a támogatást, illetve hát fejében azt kérte volna, hogy majd az állam fogja kinevezni az igazgatókat. Ebből természetesen óriási felháborodás lett, mint az biztos ti is látottak, tüntetés is volt. És hát a felháborodás hatására a Fidesz meg is változtatta a törvényt, egy jóval puhább, egy jóval kezelhetőbb törvényt szavazott meg végül is a parlament. De senki ne higgye azt, hogy a Fidesznek nem ez volt a célja. A Fidesz pontosan tudta, hogy mi fog történni, és ők azt játszották el velünk, amit már oly sokszor máskor is, hogy benyújtottak egy nagyon kemény dolgot, amire nyilván tiltakozás lett, és akkor ennek hatására ők egy kicsit visszaléptek, tehát elérték azt, amit eredetileg akartak. A másik, szintén nagyon súlyos ügy, a képviselők jogállásáról szóló törvény módosítása volt, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy Kövér László mostantól kezdve kényekedvére büntetheti az ellenzéki képviselőket, hogyha azt mondja valakiről, aki neki nem tetszőt mond, vagy esetleg cselekszik, hogy akár egy évre is kitilthatja a parlamentből, akkor ki fogja tiltani egy évre a parlamentről, vagy óriási pénzbírsággal fogja illetni. Természetesen ez minket nem fog megakadályozni abban, hogy végezzük a munkánkat, nem fogunk tőle megijedni, és ugyanilyen elánnal fogunk rámutatni a parlamentben a Fidesz törvénykezésének az elképesztő cinizmusára, a negatív dolgokra, és fogjuk megmutatni azt, hogy mi hogy gondolnánk, hogyan vezetnénk mi az országot, hogyha erre lehetőségünk lenne. Érdekessége volt ennek a hétnek az, hogy két ellenzéki javaslat is átment a törvényhozáson. Az egyik a közigazgatási bíróságnak a megszüntetése volt, a másik pedig egy zöld javaslat, ami Magyarország zöld energiára ellátására való átállásra szólít fel ez a törvényjavaslat, és ennek is majd lesz vitája, és lesz a szavazás. Azt gondolom, hogy ez két fontos dolog. Az elmúlt időszakban nem volt arra példa, hogy ellenzéki javaslatokat a Fideszes többség megszavazott, vagy egyáltalán szavazáshoz eljutottak volna. Én azt gondolom, hogy a október 13-ai önkormányzati választásoknak ebben súlyos szerepe volt, hogy most a Fidesz bizonyos ügyekben meghátrálni kényszerül a parlamentben. Zárásképpen pedig annyit tudok mondani, hogy vége van az őszi ülésszaknak. Sajnos az utolsó héten is az történt az egész ülésszakban, és akár az egész Fidesz kormányzás alatt, hogy a Fidesz salátatörvényekkel, egyéni képviselő indítványokkal kormányoz, gyakorlatilag mindent minél gyorsabban, minél egyszerűbben, minél cinikusabban áthajtanak a parlamenten. Így történhetett meg az is, hogy egy 22 éves hölgyből akár államtitkár is lehet, úgyhogy nincsen semmilyen képzettsége erre. Sokan mondják nekünk, hogy itt kell hagyni a parlamentet, és el kell jönni innen. Én meg azt gondolom, hogy nem szabad eljönni, igenis itt ki kell tartani, minket az emberek azért küldtek ide, hogy itt harcoljunk, megmutassuk, hogy nekünk mi a véleményünk, rámutassunk a Fidesznek a tévedéseire, a hibáira, a cinizmusára, az agresszivitására, arra, hogy mennyire rosszul vezetik ezt az országot, és ezt mi itt tudjuk megmutatni, illetve itt is. Főleg úgy, hogyha ezt a videót most megosztátok, hogy más is lássa, amit mondok. Szóval nem fogunk kivonulni a parlamentből, hanem minél határozottabban, minél keményebben, és remélem, hogy minél szakmaiabban fogunk tudni képviselni benneteket, egészen addig, míg a Fidesz le nem váltjuk.